A bezdáni gyógyfürdő több mint 60 éve fogadja a rászorulókat, de már 1912-ben ismert volt a település alkális ósvize, amely manapság is a jódban egyik leggazdagabb forrása Szerbiának. A szakavatottságról, a személyzet kedvességéről és alaposságáról ismert egészségügyi intézmény a hótakaró alatt sem alussza téli álmát. Javában folynak a gyógyterápiák, a bennlakó és a bejáró betegek számára, akikből az utak jégpáncélja miatt az idén még több van. Ilyen csúszós időjárás után általában megnövekedik a sérült betegnek a száma, mondok itt konkrétan a láb kéztörések, ficamok száma. Legtöbb beteg az ilyen degeneratív evációsban szenvedő beteg, ilyen polckopásos betegek. Mondok itt főleg a nagyobb izületekre, ugye a csípőkre, a térdekre, a gerinc osztop kopására. Sok a szívütött betegünk. A páciensek általában elégedetten hagyják el a fürdőt, sőt többen vissza is járnak, ami az eredményes kezelésről tanúskodik. Én nekem hátgerinc kopásom van, a lábaim reumások, és itt olyan jó kezelést kapunk, úgy föltöltődünk, hogy 3 hét ebből elég, és akkor minden évben ide visszajárunk szívesen. A terápia 3 tornateremben és 2 medencében folyik, ahol a betegség típusától függően a betegek izomzatának erősítésére, az egyensúlyérzék vagy az ügyesség javítására fektetik a fő hangsúlyt. Naponta körülbelül 80 beteget tudunk fogadni, ami a kapacitásunk is, a fekvőhelyes kapacitásnak. Az ambulans bejáró betegek naponta körülbelül 50-en vannak, de nyáron, amikor idény van, sőt a 100 is eléri a 100-at, a létszám. A nagy beruházási alapnak köszönhetően már végeztek a fürdőben felújítási munkálatokat, de egyes részek még a sorsukra várnak. Tervben van néhány 2-3 ágyas lakosztály felépítése is, amelyek az igényesebb páciensek elvárásait is kielégítenék.